Üdvözlök mindenkit! Ma egy izgalmas utazásra hívlak benneteket, ahol megismerjük a szupercella kialakulását, valamint megtudjuk, hogyan védekezhetünk a villámcsapások ellen. Maradj, és tudd meg hasznos információkat! De mi is pontosan az a szupercella? Nos, a szupercella egy különleges jelenség, amely a viharos légkörű viszonyok között keletkezik. Ez a hatalmas forgófelhő komplex együttessel rendelkezik, amelyhez gyakran társul ugye az erő, tehát erős széllökések, esetenként hatalmas jégeső. Tehát akárki keresi az izgalmas dolgokat az életben, a szupercella biztosan felkelti a figyelmét. De mit tehetünk, hogy biztonságban maradjunk, ha egy vihar közeledik? Itt van néhány tipp, amelyek segíthetnek megvédeni magunkat a villámcsapásoktól. Először is mindig fontos menedéket keresni egy vihar közelettével. Keressünk olyan épületet, amelyek villámhárítóval vannak felszerelve, vagy olyan területeket, ahol kevésbé valószínű a villámcsapás esélye. Kerüljük a magas objektumokat, például magányos fákat, oszlopokat vagy tetőket. Másodszor, ha kint tartózkodunk egy vihardörgéskor, keressünk egy alacsonyabban fekvő területet. Például egy mélyebb árkot vagy hasadékot. Ez csökkenti az esélyét annak, hogy a villám közvetlenül megcsapjon. Most pedig néhány olyan dolgot vizsgáljunk, amelyekkel kapcsolatban sokan kérdéseket tesznek fel a villámcsapásokkal kapcsolatban. Szerencsére van néhány jó hírem. Először is villámcsapás idején a legjobb, ha elkerüljük a telefonálást. Bármilyen elektromos készülék, például a telefonok, vonzóak lehetnek a villámcsapások számára. Tehát ne kockáztassunk és maradjunk távol a telefonunktól vihar közben. Másodszor egy zuhanyzás sem javasolt a viharban. A zuhany alatt álló vízcseppek ugyanis vezetik az elektromos áramot, ami növelheti a villámcsapás kockázatát. Jobb, ha nem zuhanyzunk vihar közben. Végül pedig próbáljuk kerülni a fémes tárgyak érintését villámláskor. Összefoglalva, a viharok lehetnek izgalmasak és látványosak, de mindig legyünk óvatosak. Keressünk menedéket vihar közelettével, kerüljük a magas objektumokat, tartózkodjunk a telefonálástól, ne zuhanyozzunk vihar közben, és próbáljuk elkerülni a fémes tárgyak érintését. Így maximális biztonságban leszünk viharos időben. Köszönöm a figyelmet!